elkezdtem a föld előkészítését a vetéshez. Jó éves kristálló trágya 3 évből. Lesz majd ez egy fóliaház, de most nem ezt csináljuk, hanem akarok vetni lóbabot, azt pedig itt már megcsináltam neki a helyet. Mindjárt hozom a rotát, aztán a dologlapot már levettem róla, most már csak ezeket kell átszerelni. Mindegy, melyik oldalra. Nagyon szeretem ezt a kutat, mert sok minden jár hozzá, és nagyon jó működik. Erős is. Kell hozzá egy kombinálfogó, kihúzni a csapszegeket belőle. De itt ér, időben úgy berostásodik, hogy kézzel nem lehet kiszedni. Nyáron a sűrű van cserélve, akkor könnyebb. Rostásak.
ezen van rajta a tolólap, de egyetlen egy ilyen szorító csavar van csak. Ezt elég gyorsan le lehet szedni róla. Ha véletlenül mégis esne még a hó, akkor pillanatok alatt vissza tudom rakni, nincs semmi gond. Teszem a csapszeget, hátulja a mélység állítót, az kész. Ennyi volt. Az benne a jó, hogy ezeket a tárcsákat, hogyha kisebb helyen akarok tárcsázni, ezt le tudom róla szedni. Meg még van egy még szélesítő rajta, egy ilyen szegély húzó. Na, ennyi volt. Mondom. Kész. Fel van akasztva. Nézzétek, ahogy rothálom az egészet. Szóval ezt fogjuk most elvetni. Ezt olyan jó 15-20 cm-re el kell vetni. Nem tudom, hogy valaki ismeri-e. Ez a lópap. Nagyon finom. És ezt fogom most elvetni. Nagyon nem kell trágyázni alatta a földet, mert nem szereti, de nálam 3 éves az a beérett humuszos trágya, azt az nem árt neki. Jó, csinálunk egy kis pihit, ezt meg elvetem. Videó alá beokoskodott. Hát az a helyzet, gyerekek, hogy én ezt magamnak csinálom. Amit megcsinálok magamnak, azt meg is eszem. És hát nem vagyok perfekt, nem se perfekt. De nekem nagyon jó így. És biztos lesz olyan ember, aki ugyanúgy gondolkozik, mint én. És neki is nagyon jó lesz, amit csinálok. Ha meg nem, ezt Magyarországon erre keresed, akkor már biztos észrevettétek már, hogy osztrákban vagyok. És akkor nem az lesz, hogy magyarul csinálom a filmeket, és osztrákra fordítom, vagy németre. Hanem csinálom a németül, és akinek kell, annak lefordítom magyarra, ha nem kell, hát nem. Ennyi. Ne is váljatok el tőlem, hogy most akárkinek a kedvéért megváltoztatok olyasmit, ami nálam évek óta nagyon jól működik. Szóval
Na szóval, valakinek jó ötlete van, elfogadom. Sőt, jó tanácsokat meg is szoktam fogadni. De azt nem szeretem, mikor leocsmányolszák azt, amit én csinálok. Valakinek nem tetszik, nem kell megnézni, kész, ennyi. Én ezt olyan napnak csinálom, akik át akarnak állni biogazdálkodásra. És elegük van a termettektől, meg a lesz egy növényt, és akkor jobbik esetben még abban az évben terem, de a következő évben már nem. Mert vagy génkezelt volt, vagy valami elkocsosított fajta, ami meg hiába van magja, a magja nem jó semmire. És ez rajta van minden csomagoláson, ami F1-es. Úgy van kiírva, akármilyen jó fajta mag. Az F1-es a jövőre, nem lesz belőle magod egy szál se. Én inkább úgy vagyok vele, hogy mivel önállátó vagyok, és elég jól működik nálam ez itt, már úgy sem tudnád csinálni a rossz tüdőmmel, de hát mindegy, nem arról szól, hogy én igenis sok mindent megtermelek magamnak, mivel boltban is csak a biót veszem meg, így nekem az nagyon drága dolog. Viszont minden szemet, amit én megtermelek itthon, az bió minőségű. És azt nem kell megvennem. Akkor már jól vagyok, nem? Az a helyzet, hogy ez a biogazdálkodás arról szól, hogy a természettel együtt dolgozunk, nem ellene. Na, abban, hogy te műtrágyázol, meg ilyen műtelenül, miket csinálsz földeden, az a természet ellen van. Minél több műtrágyát használsz, annál többet kíván a földed. Na, abban, akkor persze, jó a növénynek, csak mindenféle bioorganizmus kiölsz vele. Az meg már nem jó. Úgyhogy utána következő növénynek, amit oda vett, ugyanúgy kell a rány. Hát azt sikerrel kiirtottad már belőle. Mert engem meg látta a fényképeket tavalyról. Ezt tudja, hogy néz ki ez a kert nyáron. Itt ekkora gaz van. Azt mondják rá. De nem az, hanem virág a vadmélyeknek. Aki nem bióba gondolkozik, annak az gaz. Jó van. Csináljátok, mint hogyha borsót vetnétek, csak mondom, jó mélyre. Legjobb egy vagy most nagyon mélyen, legalább olyan 15-20 centire, vagy szépen be kell majd takarni, mint a krumplit, mikor nő, de jó gyökere van és úgyis mélyre hatol. Egyenesen mélyre. Hú.
eső nem jó ilyenkor még izzadva dolgozni, mikor ilyen hidegek vannak. Na mindegy. Remélem, hogy... Jaj. Hol vagyunk? Hát ezen van kapuszni, mert leizzadt a fejem. Ezt így megfázok még a végén. Jó. Látok, ezt a magot is én szedtem magamnak. Nem kell megvennem. Na. Sokat nem kell egy helyre, de hát olyan 2-3 centi távolságra mehetnek nyugodtan. Nem árt, hogy megfogják saját magukat. Elég jó ennek a szára is. Szóval nem olyan sűrű, mint a borsod, de azért lehet nyugodtan sorra vetni. Nincs olyan mély, már látom, nem számít, majd betakarom. Na. Tavaly, és tudom, 4 sorom volt. Középső sorba. Az rövidebb sor, mint ez itt. És lesz, elég sokat leszüretelnem, és az utolsó szüret az ez. Az utolsót nem lefagyasztottuk, meg nem ettük meg, hanem ez lett a vetnivaló. Első évben még úgy csináltam, amikor kevés magam volt, hogy az első szüretet fogtam vissza vetésnek. És utána, amikor elég volt a vetnivaló, akkor lehetett szüretelni. Ebből van sok fajta. Ebből a lóvabból. Ha valakit érdekel ez a fajta, az enyém, akkor a Sam Grominge a fajtája, de utána tudok nézni. Na, ez jó lesz itt. Akkor. Ide a középre, a jártányit lejárok, és hogy elég hely legyen közte azért, lehessen járni, mikor érik, és akkor utána oda húzom mellé, így a következő sort. Milyen rövid helyeken, mint itt, nem szoktam kihúzni semmit. Nagyon rövid, ha egy kicsit elmegy a sor, nem számít. Sajnálatos módon a kapa, azt nem tudom hol van. Úgyhogy gerebnyével lesz meghúzva. Nem rotáltam túl mélyre, már nem jó assza a földnek, ha állandóan túl mélyre megy az ember. És ez itt tavaly a krumpli volt, és elég mélyen be volt akkor. Aztán még be is szántottam a nagy traktorral a krumpli előtt. De azt most már nem csinálom. Nagyon nem megyek rá a földre, mert nagyon beterem, mert így.
rendes kamera. Állítom. Az egyik lámpámnak az alja. Látjátok, meg halljátok lehet is. Elég köves itt a terület. Na, menj arra. Nagy kövek vannak benne. Hát jönnek le a hegyről, vagy jöttek valamikor. Több tízezer éve. Gondolom, mikor megcsúszott a hegy. Mert olyan kövek vannak, amilyen az axe, a hegy. A színe.